Szeptember 1-ével elindult a 2022-2023-as tanév. Ebből kifolyólag számos szülő és diák keresi az idei esztendő iskolakezdéssel kapcsolatos slágertermékeit a papírboltokban. A vakáció utáni időszak a legtöbb család számára jelentős anyagi áldozatot kíván, ebből a szempontból a tanszerek beszerzése majdnem minden esetben megterhelő. 25-28 ezer forint körül van egy alapcsomag, abban már egész jó kivitelezhető termékek vannak, ugye ebben már benne vannak a ecsetkészletek, festékkészletek, de ebben sajnos még nincs benne az iskolatáska. Az alapcsomag árán felül pár ezer forint plusz költséget jelent, amennyiben valaki még kulacsot és uzsonnás dobozt is vásárol. Ugyanakkor fontos, hogy mindig megbízható minőségű termékeket szerezzünk be, hiszen azokat napi szinten használják majd a diákok egész esztendőben. A füzetek, valamint a hátizsákok vonatkozásában is megvannak a legkedveltebb darabok a gyermekek körében. A fiúknál idén az autós és a dínos motívumok számítanak népszerűnek, míg a lányok esetében a tavalyi évhez hasonlóan az unikornisos minták a legkelendőbbek. Füzetekből javarészt maradt a tavalyi trend, hát ugye a kiskutyás füzetek, autós füzetek dínósak a fiúknál, lányoknál még mindig az unikornisos, lámás, pillangós füzetek, amiket így erőszeretettel visznek. Iskolatáskákban szintén ugyanez, nagyon szeretik a mintásokat, ugye a táskáknál nagyon fontos, hogy ergonomikus kidolgozású legyen, tehát jól feküdjön a gyermek hátára, kényelmes legyen, megfelelő méretet válasszunk, puha legyen a gyermeknek, és ugye nagyon fontos a strapabíró, illetve a táskaanyaga is nagyon fontos, hogy vízálló legyen. Az üzletvezető hozzátette, a rákosmenti papírbolt továbbra is felkészülten várja a vásárlókat, többek között egy hasznos szolgáltatással, a tartós könyvkötéssel.